20. rész. Slőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és az evangéliumot hirdeti, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egybe, és mondának néki így szólván. Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki az, aki néked ezt a hatalmat adta? Felelvén pedig mondanékik. Én is kérdek egy dolgot tőletek, mondjátok meg azért nékem. A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől? Azok pedig tanakodának maguk közt mondván, ha ezt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát néki, ha pedig ezt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt. Felelének azért, hogy ők nem tudják, honnét vala. És Jézus mondanékik. Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. És kezdé a népnek egy példázatot mondani. Egy ember plántál a szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék. És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből, a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el. És még másik szolgát is külde, de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el. És még a harmadikat is küldé, de azok azt is megsebesítvén kiveték. Mondd azért a szőlőnek, ura, mit cselekedjem? Elküldvén az én szerelmes fiamat, talán azt, ha látják, megbecsülik. De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt mondván, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség. És kivetvén őt a szőlőből megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának, távol legyen az? Ő pedig reájuk tekintvén mondta, mi az tehát, ami megvan írva? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Valaki erre a kőre esik, szétzuzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket őre elvetni azon órában, de félének a néptől, mert megérték, hogy ő ellenük mondta-e példázatot. Annak okáért vigyázván őre áll, leselkedőket küldének ki, akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Kik megkérdezik őt mondván, Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és szemét nem válogatsz, hanem az Istenek útját igazán tanítod. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak? Vagy nem? Ő pedig észrevévén álnokságukat mondanékik. Mit kísértetek engem? Mutassatok nékem egy pénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén mondának. A császári. Ő pedig mondanékik. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és csodálkozván az ő feleletén elhallgatának. Hozzámenvén pedig a szaduceusok közül némelyek, akik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt mondván. Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének. 7 testvér volt azért, és az első feleséget vévén meghalt magzatok nélkül. A másik vevéjel azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg. Akkor a harmadik vette el azt, és hasonlóképpen mind a 7 is, és nem hagytak magot, és meghaltak. Mindezek után pedig meghalt az asszony is. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülük, mert mind a 7-nek felesége volt. És felelvén mondanékik Jézus.
E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak. De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak. Mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai. Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csípke bokornál, mikor az Urat Ábrahám istenének, és Izsák istenének, és Jákob istenének mondja. Az Isten pedig nem a halottaknak, hanem az élőknek Istene, mert mindenek élnek ő néki. Felelvén pedig némelyek az írástudók közül mondának. Mester, jól mondád! És többé semmit sem mertek tőle kérdezni. Monda pedig nékik. Mi módon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia? Holott maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul. Dávid azért Urának mondja őt, mi módon fia tehát néki? És az egész nép hallására mondta az ő tanítványainak. Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első ülést, és a lakomákon a főhelyeket. Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak, ezek súlyosabb ítélet alá esnek.